Harkai Istvánnal fogok beszélgetni, a Minősített Könyvelők Egyesületének elnökével. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm. Amely egyesület, tehát a Minősített Könyvelők Egyesülete rögtön az új katatörvény, hát egyáltalán, nem tudom én, közbeszédbe kerülésével már ekkor ebben a pillanatban kiadtak egy közleményt, ami a közösségi oldalakon is látható és olvasható volt, és amikor ezt kiadták, akkor utána el is fogadta az országgyűlése az új kata szabályozást. Egyébként adózási jogszabály kapcsán ekkora ellenállás, felháborodás talán még nem volt tapasztalható. Most ugye jelenleg is zajlanak tüntetések itt Budapesten is. Járjuk körül egy picit a témát, hogy minek is köszönhető ez a fajta ellenállás. Mi az a mínusz szint, amiről el kell indulnunk a témában? Igen, nagyon köszönöm ezt a bevezetést, mert tényleg egy laikus néző, aki az adózás, a pénzügyek és a vállalkozás világában nem jártas, én azt gondolom, hogy értetlenül áll az események előtt. Úgyhogy egy picit hátrébről indítanám a beszélgetést, hogy mi is az a vállalkozás, és akkor innentől lesz érthető a mostani esemény. Minden ember eldöntheti, hogy munkaviszony keretében végzi-e a tevékenységét, elvégez egy szakmát, mint például én a mérlegképes könyvelői szakmát közgazdászként elhelyezkedhettem volna egy vállalkozásnál, vagy pedig amit választottam, hogy nyitok egy könyvelőirodát és önállóan szerzek ügyfeleket, saját eszközeimmel önállóan dolgozok, ez egy vállalkozás, de ugyanúgy egy kertész eldöntheti, hogy ő elmegy egy önkormányzathoz ott fenntartani az a kerteket, vagy pedig önállóan megveszi a munkához szükséges eszközöket, és akkor egyénileg vállal munkát, kertépítéseket, bármi, és sorolhatnám az összes szakmát. A fodrásztól a fényképészekig minden ki dönthet arról, hogy rendes 8-tól 4-ig tartó munkaviszony keretében végzi a keresi a pénzt, vagy pedig ő saját maga időbeosztása, szemlélete által. Nyilván ez utóbbi, hogy milyen előnyök, hátrányok vannak, azt gondolom, hogy felesleges ebbe belemenni, de a lényeg az, hogy több százezer olyan vállalkozás van, aki ez a nagyon könnyű adminisztrációs teher és nagyon olcsó adózási formában végezte a tevékenységét. És ugye megállapítást nyert a jogalkotók részéről, hogy ezzel nagyon sokan visszaélnek. A visszaélés oka az, hogy egy katázó adóalany havi 50 ezer forintos adófizetés mellett ő végezhet a tevékenységét. Bocsánat a kicsit edukáltabb, üzletileg adózásig edukáltabb nézőktől, hiszen itt szeretnék úgy fogalmazni, hogy mindenki megértse, úgyhogy nem lesz annyira precíz. Havi 50 ezer forintos adófizetés mellett évi 12 millió forintos bevételig nem kellett semmi többet fizetnie, nyilván iparűzés adó, de elhanyagolható. Míg hogyha valaki munkabért ként kapja a fizetését, akkor azért elég kemény járulék és adóterhek vannak, százalékosan meghatározva, mondjuk úgy, hogy duplája, mint amit készhez kapunk nagyságrendileg. Tehát, hogyha valaki egy cégnél alkalmaz valakit, bruttó 300 ezer forintért, akkor nagyságrendileg ugye ebből jóval kevesebbet kap meg az ember, a dolgozó, munkavállaló, és még a 300 ezeren felül is fizet adót a cég, tehát nagyságrendileg 100 ezer forintos, több 100 ezer forintos adóteher van, minél többet keres valaki, annál magasabb ez. Míg hogyha egy katástól egy számlát kap egy cég 200 ezer forintról, azután ugye ez ugyanúgy, mint feladom a postán egy levelet 300 forintért, nincsen semmi plusz adófizetési teher, és ezt hívjuk rejtett burkolt foglalkoztatásnak. Hogyha önnek mondjuk azt mondja a TV társaság, hogy nem munkabért kap, hanem adásonként számlázom be valamennyit, de egyébként meg van szabva, hogy mikor kell itt megjelenni. És a jogalkotás ugye ez a visszaélésszerű katázók ellen. Igen, tehát a gazdaság lépni. Fehérítése gyanánt, vagy céljából, ilyen megfogalmazást is lehetett olvasni. Hogy ez most lett. Ugye ami probléma az, hogy a mi felmérésünk alapján ez a visszaélések nagyságrendek 8%-osak, és épp tegnap hallottam egy olyan nyilatkozatot, hogy a kétharmada él vissza.
Azért előjáróban azt elmondanám még, hogy a kata törvényben már a megalkotásakor a jogalkotó erre gondolt, és van is egy ilyen paragrafus, a 14. paragrafus a most még élő kata törvényben, ami munkaviszonytól való elhatárolás címmel felsorolja azokat a pontokat, hogyha ebből legalább kettő nem teljesül, akkor azt az adóhatóság munkaviszonya átminősítheti. Ugye tipikusan ilyen lehet, hogy milyen eszközzel, hol végzi a tevékenységet az illető, van-e konkrét joga a megbízott munkáltatónak utasítást adni, és a többi, és a többi. És hogyha valaki ezeknek nem felel meg, legalább kettőből, akkor átminősíti az adóhatóság. Most erre a gyakorlatban nincsen tömeges példa. Most arra nem térünk ki, hogy mi ennek az oka. De ami a legnagyobb felháborodást keltette fel, hogy a kedden megszavazott törvényjavaslat azt tartalmazza, hogyha egy katás vállalkozó egyetlen egy darab számlát is kiállít egyszerűsített cégnek vagy vállalkozásnak, akkor onnantól kezdve nem lehet katás. Tehát itt van egy könyvelőiroda, saját eszközeimmel végzem. Tehát csak magánszemélyeknek lehet katást, nem lehet kiállítani, kivéve a taxisokat. Igen. Na most itt van egy fényképész, aki jár esküvőkre fotózni, de felkéri egy cég, hogy csináljon a céges rendezvényről képet. Már kiesett. Vagy itt van egy fodrász. Mondják azt, hogy fodrászok mentesülnek, de mi van akkor, hogyha egy színházba egy színésznek készíti el a frizuráját, vagy egy üzleti portréhoz csinálja a frizurát, ami után a cégnek kell számlát adnia, innentől kezdve kiesik. Tehát konkrétan eddig az volt, hogy 3 millió forintos összeghatár fölött, hogyha egy vállalkozás részére állított ki a katás számlát, akkor ott volt egy 40%-os plusz adó pont ezért a visszaélések miatt, most ezt lecsökkent 0 forintra. Tehát konkrétan senki egy darab manikűrös egy darab, könyvelő egy darab, fényképész, és sorolhatnám egy kertész, hogyha ő jár magánemberekhez a kerteket fenntartani, és hívja egy társasház a belső udvart rendbe tenni, onnantól kezdve ő nem végezheti katásként ezt a tevékenységet. Igen, ugye itt, ha megállunk egy pillanatra, fontos, hogy az elején, amikor említettük, hogy kiadtak egy közleményt a törvényjavaslat láttán, akkor ugye abban azért azt is belefogalmazták, hogy úgy gondolják, hogy a kata rendszerének vagy a kata használatának az átformálása vagy átalakítása önök szerint is fontos és érvényes észrevétel. Itt mire gondoltak? Itt legfőképp arra, hogy ez a havi 50 ezer forintos kata fizetési kötelezettség, ez az adómérték, ez nagyon-nagyon hátrányos nyugdíj és egészségbiztosítási ellátások szempontjából, és ezt emelni kell. Na most ezt mindenki, minden szakmabeli tudja, és a katások is tudják, hogy ez a legnagyobb hátránya ennek az adózási módnak, hogy aki ezt az 50 ezret, de akár az emeltet 75 ezret fizeti, nem lesz jogosult olyan mértékű nyugdíj ellátásra, és hogyha esetleg elmegy egy katás vállalkozó anyuka szülni, nagyon kevés ellátás fog kapni, ezért meg kell emelni. Na most ez a legnagyobb hiba, nem történt meg ebbe a javaslatba ennek a korrekciója. De mondok más anomáliákat. Például egyértelműen csak olyan egyéni vállalkozó lehet mostantól, a most elfogadott törvény alapján szeptember 1-től katás, aki főállású. Tehát, hogyha mondjuk 8-tól 4-ig itt van a stúdióban, vagy bárkinek van egy munkahelye, és utána még hétvégenként, esténként vállalkozóként munkát, amit számláz, ez katásként nem lehet. Nem lehet nyugdíjas, nem lehet BT, amikor egy BT meg egy egyéni vállalkozás alapítása nagyságrendileg, tehát nyilván rengeteg mindennel múlik, de azért a hazai BT-knek a gyakorlati működésébe és az egyéni vállalkozók gyakorlati működésébe olyan sok eltérés nincs. Tehát ugyanúgy egy vízvezeték szerelőt, hogyha kihívok, és neki BT-je van, és én számlát kérek, mert az irodában romlott el valami, ő nem lehet katás, csak akkor, hogyha ezt a munkát a Manci néninél meg a Pista bácsinál végzi. Tehát egy olyan miatt én azt gondolom, hogy van ez a felháborodás, ami tényleg én nem tudok logikusan megmagyarázni. Ugye, tehát, hogy
Most nyilván, hogyha közérthetően próbáljuk megfogalmazni, milyen következményei vannak ennek, akik eddig katások voltak, azok számára milyen kilátások vannak, mit lehet tenni, mondjuk azon kívül, hogy most folynak a tüntetések, és egyébként mi lett volna például önök szerint a helyes eljárás egy ilyen törvénymódosítás vagy jogszabálymódosítás kapcsán? Én azt gondolom, hogy mi is benyújtottunk egyébként olyan szakmai javaslatokat, ami rendezhette volna a visszaéléseket. Lehetett volna akár az, hogy egy cégtől, illetve kapcsolt vállalkozásoktól származó bevétel, nem, hogyha eléri az összbevételnek mondjuk a 70%-át, akkor azt tiltsák, vagy akár a már most jogszabályban, törvényben lévő szempontokból többnek a nem csak 2, hanem 3 vagy 4 teljesülését elvárni, és ezeket ellenőrizni, mert az ellenőrzések oldaláról nem nagyon tapasztaltunk olyat, hogy tényleg ez tömeges lett volna, illetve hát a jelenlegi online számlarendszerbe a vállalkozóknak az életét, és nagyon le lehet követni, úgyhogy számtalan egyéb olyan eszköz van, én azt gondolom, a NAV és a PM kezébe, amivel a valódi vállalkozásoknak a katázása megmaradhatott volna. Nyilván itt, hogy most mi lesz, hogy lesz, én megmondom őszintén, hogy a remény hal meg utoljára, és én... Ez ma már másodjára hangzik el az adásban. Igen, tehát nem még egy picit én bizakodó vagyok, hogy ez hiába elfogadta az országgyűlés, de nem kerül, vagy nem így kerül majd hatályba, ahogy most. Ennek tényleg lehetnek esélyei? Még nincs aláírva, még nem jelent meg a magyar közönyben, illetve még módosítása lehet, tehát láttunk már azért egy-két olyan jogszabályt, ami visszakerült felülvizsgálatra. Én szakmailag, emberileg, könyvelőként nagyon bízom abban, hogy ez még felülvizsgálatra fog kerülni. Ha nem kerül felülvizsgálatra, és így marad, ahogy most van ez az ügy, akkor mi lesz a vállalkozókkal, akik kikerülnek a katáskörből? Hát nagyon sokféleképpen dönthetnek. Az első döntés az mindenféleképpen, én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy egy nyugodt, higgadt, átgondolt döntést hozzon, és ne 2 nap alatt. Tehát ehhez vegyen igénybe könyvelő adószakértői tanácsot, írja össze a bevételét, kiadásait, és lehet, hogy azt a döntést hozza, hogy igazság szerint nem is éri nagy veszteség, mert nem olyan költséghányaddal dolgozott, ami indokolta volna azt, hogy mondjuk eddig is a kata a legjobb megoldás, de aki magas bevétellel, szellemi foglalkozásként dolgozott, hát ott bármilyen más adó nem, akár évi több millió forintos plusz adó fizetési kötelezettséget fog okozni, nem beszélve arról, hogy mondjuk egy társas vállalkozó, egy BT-nek ebből az áttérése a könyvvizsgálati kötelezettség miatt, az adó, másik adónemnek a választása miatt jelentős adminisztrációs terheket is ró a vállalkozókra. Tehát azért valljuk be őszintén, szakmabeliként kimerem mondani, hogy aki egy kicsit is kiművelte magát a kata témában, és volt affinitásra a nyomtatványok és az ABEV rendszernek a kezelésében, meg tudta csinálni önállóan a kattás vállalkozója adminisztrációját. Most egy kettős könyvviteli rendszerben egy társasági adóbevallást elkészíteni már szinte kizárt, ami mondjuk legolcsóbb könyvelő is, én azt gondolom, hogy azért 20-30 ezer forintos nagyságrend az havi szinten, ami plusz kiadást fog jelenteni egy kis vállalkozás életébe is. És akkor ugye nem beszéltünk az adókülönbözetről, ami mondjuk, hogyha ilyen havi 1 millió forintos költségkeretet valaki, vagy bevételkeretet nagyjából kihasznált, ami évi 10 milliós, és ehhez semmi költsége nincsen, hát ott több millió forint lesz a most havi 50 ezer forint helyett az adófizetése, emellett a saját maga után a járulék fizetése is, amit meg kell fizetni, mint főállású tag, nagyon-nagyon komoly számításokat igényel, és itt a szeptemberi döntésen a vállalkozóknak nagyon sok százezer vagy sok millió forint múlik. Én azt hiszem, hogy ez az ügy még most korán sincs lezárva, és sok alkalommal beszélhetünk még erről, várjuk vissza, hogy együtt kövessük tovább ezt a folyamatot. Jövök, hogyha hívnak. Harkai István, a Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke volt a vendégem. Köszönöm. Köszönöm szépen.